A gép- és járműgyártás területén hoztak létre képzőközpontot a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégiumban Szekszárdon. Ennek részeként megújult az iskola diagnosztikai tanműhelye. A beruházásra 270 millió forint támogatást nyertek, mondja Dömötör Csaba kancellár. Egy ágazati képzőközpontot, egy non-profit KFT-t hoztunk létre, most már egy évvel ezelőtt. Érdekes, mert ez a projekt meg most zárul, de nem mondjuk azt, hogy megelőzte a kocsi a lovat, mert ez így nem lenne igaz, hanem azon gondolkodtunk el, hogyha létrehozunk egy olyan képzőhelyet, ahol a tanulók duális képzésre vesznek részt, akkor könnyebb utána egy fejlesztésben úgy gondolkodni, hogy mi az, amit kint a partner cégeknél meg tudunk csinálni, és magában a képzőközpont képzőhelyein, kinti céges képzőhelyén, és mi az, amit pedig a csúcs technológiával be kell hozni ide. És itt ez történt, hogy nyertünk egy 270 millió forintos fejlesztést, és ezt a 270 millió forintos fejlesztést fordítottuk arra, hogy mindazon eszközöket megvásároljuk, és mindazon humán fejlesztéseket, képzéseket megszervezzünk, ami ahhoz kell, hogy a már létrejött ágazati képzőközpontunk nagyon jól tudjon működni. Egyébként pedig magát ezt az ágazati képzőközpontot úgy hoztuk létre, hogy ebben a Tolna megyei szakképzési centrumnak 49%-i tulajdon része van, és két KKV szektorban dolgozó, szintén megyei cég, akik az autóiparban, az autójavításban dolgoznak, ők a maradék 51%-ban tulajdon részesek, és így tulajdonképpen van egy olyan közös érdekünk, amiben megjelennek a szakképzési centrum és az általa fenntartott képviselt iskoláknak az érdekei, és megjelennek direktben közvetlenül a céges érdekek is. A projektet azért indították el, mert az elektromos mobilitás térnyerésével nőtt a szakemberek iránti kereslet. A diagnosztikai tanműhelyben többek között egy-egy elektromos, benzines és hibrid meghajtású preparált autót helyeztek el, amelyeken a diákok megtanulhatják a mesterségesen előállított hibák javítását. Arra mindenképpen törekedtünk, hogy a 21. századi technológiát hozzuk be. Hiszünk abban, és azt gondolom, hogy ez a valóság is, hogy nem elég valamit jól csinálni, ahhoz nagyon jó körülmények kellenek, nagyon jó infrastruktúra is kell. És hiába vannak nagyon jó szakembereink, hogyha nincsen olyan eszközhátterünk és olyan infrastruktúrális hátterünk hozzá, amin keresztül ezt a tudást át is tudják adni. 2019-ben föltettük magunknak azt a kérdést, hogy miért is vagyunk mi ezen a világon. Hát ez a szakképzési centrum mondata volt. És azt a választ kaptuk rá, hogy azért, mert nekünk az a vízió, hogy nagyon korszerű körülmények között, nagyon korszerű szakmai színvonalon sok csapást legyünk, és egyre több szakképzés tudjunk a megyének és a városnak biztosítani. A 8 iskola a szakképzési centrumban, hogy is mondjam, mindenki édes gyermekünk. Nincsen olyan, aki magasabb szintű fejlesztést kapna, vagy alacsonyabb szintűt. Mi azt gondoljuk, hogy a megye különböző területein működő iskolák ugyanilyen színvonalon kell, hogy dolgozzanak, hiszen azt a területet, térséget, ahol ők dolgoznak, ők szolgálják ki. És ezért aztán az összes fejlesztésünket próbáljuk mindig úgy fókuszálni, hogy mindenhova jusson, és mindenhol tudjunk valamiféle beruházást, és valamiféle akár beruházást épületekre, akár eszközfejlesztést megvalósítani. Ugye Szekszárd ilyen szempontból egy picit előrébb van, de hát ez azért van, mert itt 3 iskolánk van a 8-ból, és a vendéglátóiskolát felújítottuk, ugye az idén kezdte meg, ebben a tanévben kezdték meg a működést az új épületükben. Bonyhádon 2021-ben történt egy nagy iskola felújítási programunk, ott is új épületbe, egy teljesen megújult épületbe költözhettek a diákok. Dombováron van most folyamatban egy felújításunk, az iskola dísztermét tudjuk majd reményeink szerint egy top pluszos pályázati forrás segítségével felújítani. Horváth István Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője egyebek mellett arról beszélt, hogy a szekszárdi intézmény vonzó körülményeket igyekszik teremteni a szakképzésben résztvevők számára. Az Ady Endre szakközépiskola talán a legnagyobb hagyományokkal rendelkező Tolna megyei szakképző iskola, és ezért is fontos, hogy ez a fejlesztés, ami most ebben az autóipari, autóműszerészi ágazatban itt megvalósult, a lehető legkorszerűbb technológiát és tudást
hozza az intézmény falai belőle, de nem csak ezt a ilyen kvázi tudást, hanem itt van három modern autó, az elektromos autótól a hibrid autóig, a különböző korszerű környezetvédelmi elvárásoknak is megfelelő technológiát tudják a gyerekek a legmagasabb szinten megtanulni, hogy utána, miután elvégzik az iskolát, akkor minél gyorsabban tudjanak elhelyezkedni, és jó fizető munkahelyeket tudjanak ebből a tudásból elfoglalniuk. De azt is érezzük, hogy nem csak a gyerekek képzésével kell foglalkozni, ugye szinte minden ágazatban munkaerő hiány van, és sok felnőtt szeretné magát átképezni, ezért a felnőtt képzés is szerintem az hasonlóan fontos, mint a klasszikus értelembe vett szakképzés, és mind a klasszikus szakképzés és a felnőtt képzés, a duális képzéssel összekötjük. Tehát amikor nem csak az intézmény falain belül, hanem kint a cégeknél, a vállalkozásoknál tanulják meg épp az aktuális, legmagasabb technológiával a szakma csinyát meg a binyát, akkor azt gondolom, hogy ezt a fajta képzési szisztémát, ezt támogatni kell, és ezt mentorálni kell. Létre kell hozni, mint ahogy itt is van Szekszárdon, a legújabb, legmodernebb technikákat, illetve ki kell menni a cégekhez is, ahol a cégek önmaguk beruházásán keresztül, hogy versenyképesek legyenek, versenyképes tudást is tudnak adni, mind a fiatalok és mind a felnőttek számára egyaránt. A szakképzési centrumok a Széchenyi 20-20 program keretében 150 és 400 millió forint közötti támogatásra pályázhattak ágazati képzőközpontok létrehozására. Ennek során országszerte több mint 8 milliárd forint támogatást nyertek el. Azt gondolom, hogy ez az ágazati képzőközpont, ami itt létrehozásra került, az a térségben egy hatalmas fejlődés és lehetőség a fiataloknak, hogy olyan szakmát sajátítsanak el, ami a térség szempontjából fontos, és megtartó erővel bír. A helyettes államtitkár arra is kitért, hogy idén 74%-kal nőtt a szakképzésből felsőoktatásba jelentkezők száma. A szakképzésre abszolút kiemelt figyelmet fordít a kormány, mert a nemzetgazdaság szempontjából az egyik legfontosabb ágazat vagy területről van szó. Amiben ez megnyilvánul, ahogy elmondtam, a különféle támogatások, felújítási infrastruktúrális fejlesztések, maga a képzés újra struktúrája, az ösztönzők bevezetése, az ösztöndíjrendszerrel, és hát emellett egy olyan újítás a magába a képzés menetébe, a duális képzésekkel, hogy a képzésbe beépített gyakorlatszerzéssel, ami mind-mind egy nagyon hatékony rendszert hozott létre. A Szekszárdi Ady Endre Technikum és Kollégium a legnagyobb szakmát adó iskola Tolna vármegyében, 1200 diák tanul az intézményben. Az új képzőközpontban pedig jelenleg 50 diák oktatása zajlik.